A tanügyminisztérium keretében működő Országos Etikai Bizottság menesztése mellett döntött Ádián Kuráns, a tárca új vezetője. A döntés hátterében az utóbbi években kirobbant plágiumbotrányok sorozata húzódik meg. A miniszter elmondta, a romániai tanügyi rendszerbe vetett bizalom visszaszerzése a tét. Am analizat, m-am consultat și vreau să fac următorul anunț. Elemeztem, konzultáltam és bejelentést szeretnék tenni. Úgy határoztam, hogy visszahívom az Országos Etikai Bizottságot, ma aláírom az erre vonatkozó rendeletet. A doktorátusok romániai rendszerére vonatkozó világos és összefüggő jogszabályi keret kidolgozását kezdeményezem a legrövidebb időn belül.